Az apám, aki Pán Imre néven működött, tehát a Mezei az a családi név, ő volt az Európa Iskola egyik alapítója, a Gegesi Kis Pállal, a Mezei Árpáddal, Kassák Lajossal. Rendszeresen találkoztak, és hát a gyűjtés az ezzel persze hát összefüggött, mert az apám azért nagyon tudta, hogy mi a jó. Az volt a véleménye, hogy nem gyenge művészektől olcsón szép nagy képeket kell venni, hanem a legjobb művészektől kis grafikákat kell venni. Hogy lettem belső építész, ez is egy kvázi véletlen. Már jóval korábban, évekkel korábban terveztem kastélyokat magamnak. Tehát a dolog érdekelt, csak azt nem tudtam, hogy létezik egy ilyen szak. És egy évig tanultam rajzolni, és megtanultam annyira rajzolni, amennyire ott kellett, úgyhogy akkor fölvettek, és így, hát aztán elvégeztem ezt a főiskolát, ami elég vacak volt. De ami a szakmát illeti, hát tulajdonképpen az igazi érdekes időszak az a Makovecsel való megismerkedés. Kellett rajzolni egy széket, és rajzoltam egy széket, és mondtam, Makovecs, csak nem gondolod ezt a szart, beteszed az én házamba. Mondtam, mi baj van? És mondta, hogy hát ez szó nem lehet róla. És mondtam, ne dumálj, rajzold le, hogy milyennek kell lenni egy széknek. De ezt nem tudom, hogy elmerjem-e mondani, de nekem nincs térlátásom, ami a belsőépítészetben egy óriási hátrány. Tehát nekem ez mindig probléma. Szóval mondjuk a Makovecs fölment a tetőre, ahol két, mit tudom, 8 méteres fagerenda találkozott, és tökéletes milliméter pontossággal látta, hogy ez a kettő hogy fog összetalálkozni, és az ácsokkal megbeszélte, hogy most hol vágja le, és hogy az szervesen összekapcsolódik, olyan térlátása volt. Nekem semmilyen térlátásom nincs, ki kellett találnom valami olyasmit, ahol ennek a térlátásnak a hiánya nem okoz különösebb problémát, és ebből lettek a rétegek. Egyszer valaki mondta, hogy egy széket, hogy tervezek neki egy széket. És akkor azt kérdeztem, hogy ülésre lesz? És hogy? Mondtam, hogy az a helyzet, hogy minden szempontnak nem lehet egyszerre megfelelni. Tehát ez egyszerűen megoldhatatlan. Az én székeim azok olyanok, hogy az egy trónszékre emlékeztet, és hogy én azt tartottam mindig az, hogy ha valaki kényelmesen akar ülni, akkor vegyen egy kárpitozott fotel, de ez nem erről szól. Tehát ez arról szól, hogy legyen egy tekintélye, legyen egy hatalma, legyen egy szellemi mondani valója, ami fennkölt. Hát én sem a saját magam által tervezett széken ülök az asztalomnál. Az egészen alapvető különbség az építész gondolkodása és a belsőépítész gondolkodása között szerintem, ahogy én gondolom, az, hogy az építész egy tömeget képzel el. Tehát, minthogyha helikopterről látom a házat, a teljes tömegét, és az egy forma. És annak aztán vannak részletei belül, de egy nagy egészből indul ki. Én pedig úgy gondolkozom, hogy bemegyek egy szobába, és sötét van. És akkor jobbra oda nyúlok, megtapogatom a falat, és ott kell lenni egy villanykapcsolónak. És ez a kettő kell, hogy valahol úgy összetalálkozzon, hogy nem zavarja az egyik a másikat. Ebből a szempontból a tökéletes együttműködés volt például a Farkasréti Ravatalon.